Hamarosan többször is látni fogják egy kitakart szemű és kitakart arcú fiatalember fényképét. G. Ákosét, aki tavaly novemberben engedéllyel tartott fegyverével álmokfutásba kezdett a Pécsi Tudományegyetemen. Azokat a bizonyos fotókat a törvények miatt mi torzítottuk el. Még a kitakarás előtt többször is megnéztem G. Ákos szemét és tekintetét. Egy olyan ember nézett vissza a képekről, akiről azt sem tudnám feltételezni, hogy egy boltban rászól valakire, ha az elé tolakszik. De ez a szelíd tekintet egy kegyetlen gyilkos takar. G. Ákos hidegvérrel megölte egy diáktársát, és többeket is súlyosan megsebesített. A helyszín Pécs ezen a héten csütörtökön. Az orvosi egyetem központja ma pontosan olyan, mint más napokon. Néha nyugodt és néha zsibongó. A diákok a parkban tanulnak, vagy éppen órára sietnek. Semmi rendkívüli nincs ebben a napsütéses csütörtökben. Az egyik épület sarkában mécsesek állnak. Azon a helyen, ahol 10 hónappal ezelőtt egy borzalmas, addig soha nem látott iskolai tragédia játszódott le. Régebbi képek külföldről, távoli országokból. 10 hónappal ezelőttig idegenül néztük az amerikai középiskolai mészárlás felvételeit, ahol 13-an haltak meg. Vagy a 2002-es erfurti vérengzés videóját, ahol egy középiskolában 16 tanulót lőtt agyon egy diák. Nem tudtunk mit kezdeni azzal a német fiúval sem, aki 12 társával végzett egy kollégiumban. És nem értettük, mi lelte azt a finn diákot, aki saját osztálytársait végezte ki. Néztük a felvételeket a menekülő gyerekekről, a gyilkossá lett külföldi diákokról és a döbbenetes gyászról. De talán mindvégig azt éreztük, hogy ez nálunk Magyarországon soha nem történhet meg. Ez az álom 10 hónapja 2009. november 26-án, nem sokkal déli 12 óra után szerte foszlott. Egy zavart gyógyszerész hallgató G. Ákos az iskolában váratlanul elővette a fegyverét és lőtt. Célzottan és sokszor. Arra emlékszem, hogy én füstöt láttam meg, azt, hogy jött Ákos, és feküdtem a földön. Egy nagyszerű fiatalemberrel sétálok Pécsen, a Békés és Nyugodt Egyetemi Központban. A másodéves gyógyszerész hallgatót Ferletyák Gergőnek hívják. Ő volt az, akibe ötször is belelőtt a saját csoporttársa, G. Ákos. Gergő azt meséli, hogy tavaly november 26-án, ami szintén egy csütörtöki nap volt, G. Ákos egy kicsit késett a gyakorlati óráról, ahol többször is rászóltak, mert valamivel kopogott a pad alatt. G. Ákos kiment a teremből és egy fegyverrel jött vissza, majd tüzet nyitott a társaira. Arra emlékszem, hogy hátrakúztam a padok mögé, és ott guggolt két csoporttársam, meg haverom, aki kiugrott utána az ablakon, meg közben végignéztem a padok lábai közt, hogy Ákos kiment a teremből, utána pedig jött a felmentő sereg, a mentősök és a csoporttársak segítettek. Azt te egyáltalán érzékelted, hogy golyók mennek át a testeden, és hogy vérzel? Nem. Nem is éreztem, hogy meglőtt ennyi helyem. Egyet éreztem igazából, egy golyót, az utolsót. Mikor érezted azt, hogy nagyon nagy a baj? Mikor már próbálták elszorítani a vérzést, akkor éreztem. Az tudatosult benned, hogy akár bele is halhatsz, hiszen az állapotod kritikus és életveszélyes lett, tehát nem csak súroltak a lövedék? Igen, miután a mentősök már úgy álltak hozzám, hogy lélegeztetőgép, meg infúzió, akkor már gondoltam, hogy nagyobb gond van. Te ott gondolkodtál, tehát nem vesztetted el az eszméletedet? Nem, gondolkodtam. És akkor ott mire gondoltál? Mind gondolkodtál? Egyrészt a családon gondolkodtam, hogy mi lesz, hogyha megtudják, hogy velem ez történt. Aztán azon gondolkoztam még, hogy miért történt ez egész, mi történt itt. Meg ugye azon küzdöttem, hogy túléljem az egészet. 2009. november 26-a pár perccel 12:45 után. G. Ákos elsétál a helyszínről. Miután belelőtt egy oktatóba, egy takarítónőbe, és ahogy már mondtam, ötször Gergőbe, valamint egy másik, 19 éves tanulóba, egy sokra hivatott kedves és okos fiúba, Miklósba. A rendőrök és a mentők pár perc alatt a helyszínre érnek, a biofizikai intézet környékét hermetikusan lezárják. Megkezdődik a hajsza a gyilkos után, és megkezdődik a küzdelem a túlélők megmentéséért is. Egy valakin azonban már nem lehet segíteni. Miklós meghalt. Az egyetem, a város és egész Magyarország gyászba borul. A diáktársak gyertyák ezreit gyújtják Miki emlékére, és mindenki imádkozik a legsúlyosabb sérült, a kritikus állapotban lévő Gergő életéért.
Nem sokkal korábban G. Ákos felment egy közeli épület tetejére, aztán feladta magát. Az egyetemisták közül sokan még ekkor sem hitték el, hogy mindez megtörténhetett. Még mai napig valamikor nem hiszem el, de mivel magamra nézek, látom magamon a nyomokat, akkor tudatosul bennem, hogy ez, igen, ez velem megtörtént. De amúgy tényleg hihetetlen. Szoktál ezzel álmodni? Visszajönnek az emlékek? Az emlékek visszajönnek, de álmodni csak egyszer álmodtam azóta vele. Éreztem a fájdalmat akkor. Szoktál gondolni a gyilkosra, Ákosra? Persze. Amikor az esetről gondolkozok, esetre emlékszem vissza, akkor persze Ákosra is gondolok. És miként gondolsz rá? Haragszol rá? Most igen, haragszom rá. Miért most? Miután megtudtam, hogy nem volt beteg. Hogy az orvosi szakvélemény azt igen. mondja, hogy nem volt beteg. És szoktál gondolni Miklósra, a fiatalemberre, aki meghalt? Persze, minden nap. Szinte mindig gondolok rá. Valami kapcsán. Főleg most, hogy egyetemen vagyok ismét, így rendszeresen gondolok rá. És rá miként gondolsz? Úgy, mint egy jó barátra. Tényleg, mint egy... Szerintem legjobb barát lett. Barátom lett volna egy végsőkig tartó barátság lett volna, mert tényleg szerintem sok mindenbe egyeztünk is. Együtt jártunk bulizni, együtt tanultunk. Szóval... Hiányzik neked Miki? Igen, nagyon hiányzik, persze. Miklós meghalt. A gyógyszerész hallgató, akinek már a családjában is mindenki gyógyszerésznek tanult, aki egy humoros, okos és jóképű 19 éves srác volt, nincs többé. Az egész ország őt gyászolja. Azok a volt gimnazista barátai is, akikkel nem sokkal korábban még egy osztályba járt. Írásos emlék utoljára megmaradt, az ez. Sok szeretettel Tominak. Tomikám, felejthetetlen volt ez a 4 év. Örülök, hogy megismertelek, és téged tudhatlak a legjobb barátomnak. Nagyon jók voltak a focik, és remélhetőleg még jók is lesznek. Kívánok neked sok sikert mindenhez. Ha foci sulit fogsz nyitni, akkor majd hozzád viszem a fiamat. Nyissátok meg nékem! Miklóst mély részvét mellett Kaposváron temetik el. A temetésre elmegy az az oktató is, akibe G. Ákos szintén belelőtt. Ferletyák Gergő ekkor még kórházban fekszik, de jönnek a körülményekhez képest megnyugtató hírek. Életben fog maradni, és nem lesznek maradandó sérülései. Gergő valóban egy példakép. Vissza a jelenbe. Az orvosi egyetem dékányával arrafelé sétálunk, ahol 10 hónappal ezelőtt a borzalom megtörtént. Séta közben dr. Németh Péter folyamatosan Ferletyák Gergőt dicséri. A dékán ugyanis nem felejti, hogy Gergő már az intenzív osztályon tankönyveket kért, hogy időben levizsgázhasson. Éppen ezért Németh Péter szerint Gergő a talpraállás igazi szimbóluma lett. Az egész földgyógyulás alatt ő arra koncentrált, hogy ja Istenem, a vizsgáim meglegyenek, hogy én, ugye a szüleim azért küldtek ide, hogy tanuljak, hogy nehogy én kiessek az egyetemről, nehogy én halasszak emiatt, le a kalappal, azelőtt a motiváltságot. Nagyon biztos vagyok benne, hogy kiváló szakember lesz belőle. Különleges helyen ülünk Ferletyák Gergővel, a titkok szobájában. Most volt meg az első lövés. Többiek kifutnak a teremből. Ezeket a képeket te most először látod? Igen. Egy számítógépes monitoron nézzük a biztonsági kamerák 10 hónappal ezelőtti képeit. Az akkori felvételeket nem mutatjuk, talán jobb is, hogyha nem látják. A videón ugyanis szinte minden látszik. Az, ahogy G. Ákos pisztolyt ránt, ahogy lő, és az is, ahogy nyugodtan elsétál a helyszínről. Ő egy időzített bomba volt, hiszen ha végignézzük élete történetét, az tele volt kudarc élményekkel. Budapesten vagyunk, Bilkei Pál kriminálpszichológussal beszélgetek. Ezúttal azonban ő nem csak egy szakértő a sok közül. Bilkei Pál ugyanis éppen a Pécsi Egyetemen tanít. G. Ákost 4 órával a merénylet után szakemberek vizsgálták meg. A gyilkossá vált fiatal ember még akkor is arról beszélt, hogy valamiféle hangokat hall. A kudarc élmények hatására jön ez a feszültség.
Bilkei Pál azt mondja, hogy G. Ákos egy igazi, sikerélmények nélküli vesztes volt, aki csak az egyébként engedéllyel tartott fegyvere társaságában érezte magát erősnek. G. Ákos kudarc ember volt, akiben benne van az a fajta dolog, hogy normál esetben ő gyáva ahhoz, hogy erőszakos cselekményeket hajtson végre. Ő neki a fantáziájában volt meg az, hogy erőszakosnak kell lennem. G. Ákost pár nappal a gyilkosság után előzetes letartóztatásba helyezték. Amikor belépett a bíróság épületébe, megnézte, hogy hány kamera, hány fotós és hány újságíró kíváncsi rá. Kifelé jövet már eltakarta az arcát. Később már csak így, bilincsben és vezető szíjon láthattuk őt. Láttad ezeket a képeket? Igen, láttam. És mi játszódott akkor le benned? Nekem az is hihetetlen volt, hogy pár héttel az előtt még ott voltunk együtt a teremben, utána pedig megölt a legjobb barátomat, kis ilyen engem is. Hihetetlen volt. Most nem sokára kezdődnek a tárgyalások. El akarsz menni ezekre a tárgyalásokra? Igen, el akarok, meg kötelező is. Ott fogok lenni. Félsz a találkozótól? Hogy szembe találod magad a fiúval, aki megölte a legjobb barátodat és beléd lőtt ötször? Valamilyen szinten félek tőle, mert mégis tartanom kell tőle, hisz megölt majdnem. De azért várom is, kíváncsi is vagyok, hogy az arcára, hogy ő mit gondol, mit érezhet. Kérdeznél tőle valamit? Persze, egy kérdésem lenne, hogy miért történt ez az egész. A Pécsi Tudományegyetem hamarosan emléktáblát állít a megölt diák Miklós tiszteletére. A meglőtt tanár ma ismét itt az intézményben tanít. G. Ákos ügyében megszületett a vádemelés, a tárgyalások hamarosan megkezdődnek. Ferletyák Gergőnek sikerültek a vizsgái, továbbra is minden vágya, hogy gyógyszerész legyen. Azt mondja, hogy az ő diplomája nem csak a szakmájának és saját magának, hanem tragikusan elveszített barátjának, Miklósnak is szól majd.